Ennek a rövid előadásnak az lenne a célja, hogy a LaTeX-ben eddig megszerzett ismereteinket egy kicsit kibővítse a felső matematikai kifejezések használatával, illetve megmutassa azokat a lehetőségeket, ahonnan anyagokat lehet letölteni, összefüggéseket, képleteket már előre megírt LaTeX formátumba, amelyekkel egyetlen feladatunk van beilleszteni a elkészíteni szánt jegyzetünkben. Az eddigiekben tanultakat egy picit föl kellene eleveníteni. Ugye, egy egyszerű karakter az egy változót jelent, aminek a törlelés, hogy a dörlt betűvel történik. Vannak néhány műveleti jel, aminek sajátos jelölése van, ezek közül a legfontosabb a szorzás, hatványozásnál, ugye megismertük a csoportosítás zárójelt, előjelet lehet alkalmazni, trigonometrikus kifejezés, ugye parancsoknál backslash-sel kezdődik, és utána egy karaktersorozat, amit vagy egy backslash határor, vagy mint a cédotnál láttuk, egy szóköz esetleg határolhat szögletes zárójel, vagy kapcsos zárójel is. Tudjuk, a görög betűket az angol rövidítésükkel szintén parancsként lehet beadni a rendszerbe, és az előző alkalommal megismertük a tört készítését, amire szintén a frak parancs szolgál, ugye itt is kapcsos zárójellel végződik, illetve a nagyobb törtekhez, vagy bonyolultabb kifejezésekhez, operátorokhoz illeszkedő zárójelet, ami az egyszerű zárójeltől abban különbözik, hogy a párokat a left, illetve right kifejezéssel össze kell jelöljük. És ugye az előző videóban megismerkedtünk a gyökvonás kifejezésével is. Egy szintén műszaki szövegekben gyakran használt jel a deriválás. Ugye ez könnyen előállítható apostróf segítségével. Itt a példában a G mögé írhatjuk, ugye a szorzat deriváltjának a felírását mutatja itt a példa, ami gyakorlatilag az eddig megismert jelek segítségével írható fel. Ennél icipicit bonyolultabb az integrálás, ugye ehhez egy újabb operátort kell megismerni. Itt a példában ez az int operátor, aminek a határait külön meg lehet adni ez a limits kifejezéssel. Ugye ez az integrál jel fölé és alá helyezi el a kifejezéseket. Ugye végtelennek infinity a megfelelő, ez egy külön parancs, ugye egy backslash-sel, egy visszatölt jellel kezdődő parancs. Ugye a előzőleg megismert alsó aláhúzás vonal segítségével tudjuk ezt az alsó indexbe az alsó helyre tenni, míg a hatványozás jelét azt a műveleti jel fölé helyezendő kifejezésre használhatjuk, és ugye mindez a megfelelő zárójelezve működik természetesen jól. Ugye a delta elsőhelyezkedik el az integrál jel mögött, és ugye egy kicsi helyet szokás kiadni, és ugye a d jel itt az integrálásnál szintén egy operátor, ezért azt álló betűvel érdemes megjeleníteni. Ugye ez pedig a mat rm parancs segítségével tehetjük meg. A többi jelölés már magától értetőnek kell, és akkor ugye a
erre nem tértem ki, a helykihagyásnak a egyik lehetősége a egy backslash után egy veszőt rakunk, ami egy közepes, egy kisebb helyet hagy ki a két matematikai kifejezés között. Ja, törteknél megismert frac parancs is, ugye újabb jelek kombinálásával állítható elő a parciális deriváltak. Egy példaként a Laplace egyenlet előállítását láthatjuk. Ugye a Laplace operátor, vagy a nabla négyzet, tehát föl lehet írni egy parciális differenciálás elemei segítségével. Ugye ennek a megvalósítása itt a megjelenő kód segítségével történik meg. Ugye a már megismert frac, fraction kifejezés mögé megfelelően zárójelezve helyezhetjük el a kifejezéseket. A parciális integrálás jelét, ez a partial, partial kifejezés segítségével írhatom be, aminél a korábban megismert, hogy a hatványozási jeleget használhatjuk, és ezek segítségével elkészíthetjük a kifejezést újabb operátor, ez az equiv az azonos egyenlőséget mutatja, és is például alsó indexbe helyezett kifejezések csoportosításra kerültek a kapcsos zárójel segítségével. Ha összetett képletek megjelenítésére van szükség, ilyen például ez egy ilyen feltételes függvény, újabb operátorokat kell megismerjünk. Erre egy környezetet kell létrehoznunk. De a LaTeX képletekben, vagy később majd, hogyha a LaTeX kifejezésekkel esetleg meg kívánunk ismerkedni, ezeket már a környezeteket egy összetettebb rendszer segítségével hozhatjuk létre. Ez a begin és az end kifejezések mögött kapcsos zárójelek között megadott parancs segítségével hozhatjuk létre. Itt a cases, ugye esetek környezet ez, és ugye ez azt idézi elő, hogy a környezetbe zárt sorok elé egy nagy kapcsos zárójelet rajzol ki eredményként a függvény. Az egyes sorokat sor végét jelzendőjel két darab visszatört jel segítségével választhatjuk el, és a kifejezések között pedig az et jel szerepel, amit a jobboldali alt és a c kombinációja segítségével írhatunk be. Ha matematikai módban rövidebb szövegeket szeretnénk a matematikai, tehát a normál szövegszedésként elhelyezni, nem matematikai szedésként, ugye ezt a két karaktert, a hát és az át, a ha szócskának a két betűjét, ha egyszerűen beírnánk matematikai módba, a LaTeX azt két változóként érzékelni és dőlt betűvel szedni, de én folyószöveghez hasonlóan szeretném szedni ezeket a karaktereket, akkor a text parancsnak a kapcsos zárójelei közé kell beírni őket. Még egy fontos
és gyakran használt jelölés a reláció jelek, ezek a billentyűzet ugye megfelelő karakterének megkeresésével írhatók be, ugye a relációk a jobb oldali alt, i és az e kombinációjával írhatók be. Ugye összetettebb reláció jelre mutat példát a felső sor, itt a kisebb egyel a less equal nak a használatával jeleníthetjük meg ezt a jelet. Bonyolultabb struktúrák és egyszerűen valósíthatók meg a LaTeX képlet szedésével, ugye mátrixok megjelenítésére B-mátrix környezetet használhatjuk föl. Az egység mátrix megjelenítésénél az egyes elemek egymástól, ugye egy soron belül az oszlopoknak az elemei az et jellel, ugye a alt C kombinációval megjelenített et jellel, és a két visszatört jellel pedig a sor, újabb sor kezdetét jelölhetjük, és így folytonosan felírhatjuk a mátrixnak az eleveit. Alapértelmezetten a mátrix szót ilyen szögletes zárójelbe helyezi el a LaTeX. Determináns felírás az teljesen hasonló, mondjuk, hogy a B mátrix környezetet föl kell cserélni a V mátrixra, és egy determinánsra megfelelő jelölést jelenít meg a LaTeX, a et jel és a backslash jelek teljesen hasonlóak. Láttuk egyrészt a szöveges megvalósítást, másrészt a webes segédlet segítségével, hogy ilyen képletszerkesztő szerű felülete hogyan tudjuk kiszedni a használni kívánt formulákat. De ugye ezek a formulák azért, amit egy jegyzetben megjelenítünk, sok-sok publikációban jegyzetben felhasznált formulák már. Célszerű esetleg utána nézni, hogy valaki kiszedte már az adott formulát esetleg LaTeX kód segítségével is. Egyik lehetőség számtalan között, ugye, amely segítségével, tehát ilyen mások által elkészített formulákat találhatunk. Ez a www.latexsearch.com weboldal. A www.latexsearch.com oldalon ez látszik, hogy egy még éppen beta tesztelés alatt álló oldal. Egy kedvező kereső felületen keresztül tudunk a Springer nevű kiadó folyóirat, illetve könyv adatbázisából kiszűrt, LaTeX-ben írt kód darabok, egyenletek között keresni. A keresési feltételek között több is szerepel. A első ugye a LaTeX kód, aztán lehet az a műnek a címére, illetve hogy egy konkrét művet keresünk, annak a digitális objektum azonosítójára keresni. Most az egyik szabad keresést válaszva, nézzük meg, hogy vizes élőhelyekhez kapcsolódó, tehát vizes élőhely, wetland szót tartalmazó című egyenletek között mit találunk? Itt jó néhány ilyen vizes élőhelyek anyagforgalmát leíró egyenletet,
kialakuló háromlást, leíró egyenletet találunk. Ezeknek mindegyikének letölthető a kódja. Egyszerűen erre a linkre kell kattintani, és kimásolni a dollárjelek között szereplő kifejezéseket, amit utána már megismert lehetőségek közül beilleszve valamelyikbe, megkapjuk a kész formázott egyenletünket. Azért láttuk, hogy ez a weboldal, ez elsősorban természettudományos képleteket, egyenleteket tartalmaz, de sok műszaki problémának az egyenlete is nem szerepel ebben a nagy egyenletgyűjteményben, a Springer kiadó folyóirataiban megjelenő képletekről van itt szó. Mégis, hogyha nekem itt egy speciális példára van szükségem, egy kemény fém lapkára forgácsolás közben ható erő egyenleteit szeretném fölírni, vagy éppen a műhold képalkotó rendszerébe érkező radiációt torzító légköri jelenségeket modellező egyenletet, vagy egy rétegelt ragasztott fatartó klimatikus hatások okozta teherbíró képesség csökkenés egyenleteit szeretném megjeleníteni. Én speciális problémákat nem biztos, hogy ezekben a folyóiratokban megjelenítettek. Mégis van egy lehetőség még ezen kívül, ahol rábukkanhatok ezeknek az egyenleteknek a megvalósítására. Egy azért sokunk által használt, vagy a keresőbe gyakran megjelenő oldal ez, a Wikipédia, ahol nagyon jó egyenleteket találhatunk. Erre egy példát, ha megnézünk, éppen, hogyha egy ilyen áramlással foglalkozva szeretnénk a Lorentz egyenleteknek a megjelenítését megadni, ugye meg kell keresni a wiki oldalát az adott összefüggésnek. Célszerű az angol oldalt megkeresni első lépésbe, vagy a magyar oldalon keresztül, a magyar oldalon megjelenített linkről odaugorva, vagy direktbe, akár az angol kifejezésre rákeresve. Ezek az oldalok azért picit jobban kidolgozottak, mint a magyar megfelelőik.